amikor a Nyíregyházi Sportcentrum elkezdte az esemény szervezését, egy felnőtt nemzetközi torna mellett egy utánpótlás csapatokat felvonultató rendezvényt is szerettek volna tető alá hozni. A járványhelyzet azonban felülírta a terveket, így 4 magyar együttes lép majd pályára a sportág első pénzdíjas hazai felkészülési tornáján. A nyíregyháziak dolgát sérülések és betegségek is nehezítették az elmúlt napokban. A fáradásos törés szenvedő Pintér Andreára egy ideig nem számíthat a szakmai stáb, Lakom Zsófia viszont elkezdte az edzéseket. Hosszabb kihagyás vár a betegséggel bajlódó Giannis Francescóra, így szerződtette a klub a szlovén válogatott Sára Najdicsot, aki az elmúlt hétvégén már be is mutatkozott az újpesti edzőmeccsen. A nyíregyházi tornán a látogatás viszonzó fővárosiak mellett a DVTK és a Balatonfüredi Akadémia csapata lesz Németh Szabolcs együttesének ellenfele. Én úgy gondolom, hogy mai magyar röplabdázásban női vonalon az összes exaligás csapat minőséget képvisel. Persze vannak kimagaslóbbak, régebb óta együtt játszó csapatok, akik ugye ugyanazt a keretet próbálták együtt tartani, többek között mi is. Voltak változások, akár mondhatják, hogy többen is, de a magyar magot megpróbáltuk mi is együtt tartani. Vannak ezek a csapatok, akik úgymond lehet, hogy egy kicsit majd elrugaszkodnak a többi csapattól, de a színvonal az szerintem megkérdőjelezhetetlen magára a ligára vonatkoztatva. Akik most jelen pillanatban részt fognak venni ezen a tornán, őket azért is hívtuk meg, mert 2 csapat ebből a mi águnkon van a kupába, szeretnénk egy képet kapni, szeretnénk egy viszonyítási alapot nézni, hogy mi a két csapat közötti, vagy csapatok közötti különbség, aztán majd így készülni a továbbiakban, mert nem titkolt célunk ugye, hogy a kupába is döntőbe jutni, és ott megismételni azokat a bravúrokat, amik eddig voltak, de ne szaladjunk, én úgy gondolom, ennyire előre, ez csak egy állomáspontja ennek az egésznek, ez egy felkészülés, szeretnénk a csapatokból felkészülni, és a saját játékunkra ugyanebben az időben koncentrálni. A torna mérkőzéseit megtekinthetik a szurkolók természetesen a járványügyi előírások szigorú betartása mellett. Nagy öröm számunkra, hogy az MRS versenyszabályzata alapján lehetőség van arra, hogy saját hatáskörbe döntsünk a nézők részvételével kapcsolatban. Örülök neki, hogy meg tudjuk magunkat mutatni a Nyíregyháza közönségének. Én azt érzem, hogy nagyon várják már, hogy megismerjék ezt az új csapatot hazai környezetbe, és én azt kérem minden szurkolóktól, hogy a megfelelő előírásoknak legyenek részesei. Természetesen a beléptetésnél lázat fogunk mérni, mindenkinek maszkba kell részt venni a tornán, és természetesen arra is figyelünk, hogy megfelelő távolságban legyenek egymással a nézők. Az üléseket nem fogunk leragasztani, de folyamatosan fogjuk a speaker segítségével erre felszólítani a nézőket. A 1,5 millió forint összdíjazású tornán a hazaiak pénteken 19 órakor a Diósgyőr ellen lépnek pályára, majd szombaton 11 órától a Balatonfüred, 16 órától pedig az Újpest ellen játszik a Fátum Nyíregyháza.